A megye déli részét leszámítva szinte mindenhol voltak késői fagyok tavasszal, ami jelentős nehézséget okozott a különféle növény, főleg az alma termesztéssel foglalkozók számára. Az idei kieséshez a 2018-as bőséges termés is hozzájárult. A sokáig a fákon maradt gyümölcs ugyanis rányomta a bélyegét a rügy képződésre. A tavaly 900 ezer tonna fele sem termett meg, az idei termés mennyisége a 400-450 ezer tonnát sem ért el. A megyei agrárkamara elnöke szerint az ágazat kiszámíthatatlansága miatt egyre több termelő gondolkodik el azon, hogy más gyümölcs termesztésére álljon át. Szerveztünk is már megbeszéléseket a feldolgozókkal, mert a tavalyi év, illetve ez az évnek a kiesése a termelőket nagyon foglalkoztassa, hogy lehet-e Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ezt a gyümölcsöt ilyen mérték, ilyen nagyságban továbbvinni. Sokan azon gondolkodnak, hogy másképp kívánják a földterületeket hasznosítani, ugyanis a szerződés hiánya, illetve az időjárásnak ilyen magasfokú egyik évről a másik évre való változása nem biztosítja a családoknak az ebből való megélhetést. Rácz Imre hozzátette, kritikus időszak az évvégi jövő év elejé az ágazatban. Most dől el, sikerül-e a feldolgozó üzemeknek több éves megállapodást kötniük a beszállítókkal, ami biztosítja utóbbiaknak, hogy megtérüljenek a befektetett költségeik. Ilyen együttműködése már idén is törekedtek, de ezt igazán csak egy cég vette komolyan. Az alapanyag hiány miatt idén félkapacitással működtek a feldolgozó üzemek. Volt olyan, ahol a tavalyi 240 ezer tonna helyett ezúttal csak 110 ezer tonna gyümölcsöt tudtak éves szinten feldolgozni. A termelők kieséseinek pótlására mintegy 20 milliárd forintos keretű kárenyhítési alap támogatással nyújthatnak segítséget. Az agrárkamarai elnök szerint annak, aki igényelt kártérítést, nem kell majd csalódnia. Mindenki a hozamkieséseinek a maximumát meg fogja kapni, úgyhogy nem lesz ilyen, hogy visszaosztás, mert nem elég az alapban levő összeg. Hál' Istennek az utóbbi években voltak károk, de az mindig kevesebb volt attól, mint amennyit befizetünk, illetve a magyar kormány hozzátesz. Ez a 9 milliárd környéke, ez felhalmozást hozott létre, és mint ahogy említettem, 20 milliárdon felül van benne, ennyi kár nem keletkezett Magyarországon, úgyhogy mindenki számíthat, aki időben mindennek eleget tett, ahhoz, hogy amilyen hozamkiesést kiszámoltak, azt az összeget meg is fogja kapni. A szakember az ágazat kilátásaival kapcsolatban azt mondta, nagy a kockázata annak, hogy a jövőben nem Szabolcs megyében fogják a legtöbb almát megtermelni és feldolgozni az országban, de bíznak benne és azon dolgoznak, hogy ez ne következzen be.